Nagyon otthonosan mozog a kamera előtt Hollósi Dóra. Nem hiába, hiszen a DVTK röplabdázója modellként is megmutatta már tehetségét az országnak. Teljesen váratlan dolog volt úgy az életemben, ugyanis 14 éves vagy 15 éves voltam, amikor az ügynökségem felkeresett engem Facebookon. Egyébként sose érdekelt a modellkedés, meg sose érdekelt így ez a világ, hanem így, mikor hetedikes lettem, akkor így megnyúltam, és akkor elkezdték nekem ezeket mondani, hogy hát, hogy lehet, hogy ki kéne próbálni magadat ugye ebbe a világba, de így sose gondoltam bele, és akkor rá egy évre ugye jött is így a felkérés. De hogy visszatérve, hogy hogy alakult ez, ugye rám írtak, aztán apa utána nézett ennek az egész dolognak, és hát elég hitelesnek tűnt, ugyanis rengeteg híres modellel dolgoztak együtt, visszaírtunk, felmentünk hozzájuk egy tárgyalásra, ugyanis ez Budapesten van, felmentünk hozzájuk, ott beszélgettünk velük, és mondták, hogy majd visszaszólnak, hogy szeretnének-e tovább velem együtt dolgozni, és hát vissza is szóltak, úgyhogy így indult ez a karrier. Sokan azt hiszik, ugye, hogy nyilván, hogyha valaki modellkedik, akkor maga mutogató, és akkor ezt utána mindenkinek kürtöli. Én sose voltam egyébként ez az ember, aki mondjuk az első találkozásnál mondja, hogy szia, én modellkedem, vagy ilyenek. De szerintem olyan szempontból sokat fejlődtem, hogy merjek nyitottabb lenni az emberek felé, és szerintem közvetlenebb is vagyok most már az emberekkel, mint régen. Ez nagyon sokat segített nekem ebben ez a szakma, hogy tényleg nyíltan és megyek mások felé nyitni, illetve adott is egy egészséges úgymond önbizalmat, hogy például azt veszek fel a ruhák terén, amit úgy érzek, hogy én jól érzem benne magam, és nem az van, hogy nincsenek bennem gátlások, hogy mi lesz, hogyha majd megszólnak, vagy hogyha ez lesz bőle, mert igazából, hogyha én jól érzem benne magam, akkor mások véleménye ilyen szempontból nem számít. Ám maga a modell szakma sem egyszerű. Dorci számára is rengeteg kihívást rejtegetett. Nagyon kemény, hát fizikai munkát is igényel, mert amikor ott vagy egy munkán, egy fotózáson, emlékszem, hogy volt egy fotózásom, ami 12-13 órán keresztül tartott, úgyhogy téli kollekciókat fotóztunk be nyáron. Tehát nagyon meleg volt, és olyan szinte, hogy már majdnem elájultam, és úgy hoztak a többi stábtagok úgy hoztak nekem csokit, meg innivalót, de nyilván ugye itt is rutint kell szerezni. Voltak olyan tanfolyamok, amikor, hát én nem tanfolyamoknak mondanám, de végül is valamilyen szempontból igen, hogy felmentünk, és akkor így ott volt 20 lány mondjuk, és akkor gyakoroltuk a kifutón a járást, tehát ugye a catwalkot, a vonulást, illetve tükör előtt pózolás. Viszont Hollósi Dóra életét ma már jelentős részben a röplabda teszi ki. Anyukám és apukám is röplabdás múltán rendelkezik, viszont röplabdázni, hát engem sose akartak így igazán így a röplabda felé terelni, hanem meghagyták, hogy én hova, mit választok, mi lesz az utam. De mint említettem, táncoltam is előtte, illetve szertornáztam is, tehát így a sport az azért igen jelen van az életemben. Mikor gimnazista lettem, akkor volt ott a röplabda, mint egy ilyen lehetőség, lehetett így játszani, így hobbiból, és akkor elkezdtünk oda járni, és ez úgy kinőtte magát, hogy úgy voltam vele, hogy akkor próbáljuk meg egy egyesületnél, és akkor így kerültem ide a DVTK-hoz. Az elmúlt években Dorci rengeteget fejlődött. Az NB1-ben bajnoki címet szerző csapatban pedig fontos szerepe volt. Kellett volna ezt a lehetőséget elhalasztani, ugyanis rengeteg új dolgot tanultam meg, én is rengeteg új élménnyel gazdagodtam, és nagyon örülök, hogy ilyen hasznos tagja lehettem a csapatnak. Biztos vagyok benne, hogy most fejlődtem a legtöbbet, ugyanis ezek a röplabdás, illetve ugye akkori termjegyzések több alkalommal, ezek elősegítették ugye ezt is, hogy ott legyek, ahol most vagyok, és hogy ilyen sokat tudjak fejlődni. Röpisünk pedig már nagyon várja, hogy a következő idényben az Extra Ligában is bizonyíthasson. Bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy megint rengeteget fogok fejlődni,
Nagyon kíváncsi leszek, hogy fog tudni teljesíteni a csapat, és szerintem mindenki izgatottan várja a következő szezont. Biztos, hogy egy olyan Hollósy Dorcit fogtok látni, aki még többet fejlődött, és még jobban akarni fog.